bár sok furcsa előrejelzés van, ami a 2020-21-es évadunk lehetőségeit illeti. Ennek ellenére a mi dolgunk az, hogy tervezzünk, és a közönséggel folyamatos kapcsolatot tartsunk, illetve minden színvonalasabb repertoárt kínáljunk a következő évadra is. Első bemutatónk Mozart varázsfuvolája, aztán régi ígéretünknek híven a karácsonyi időszakra Csajkovszki Diótörő című táncjátékát tűzzük műsorra. Tervezzük a Don Pasquale bemutatót, a tavalyi évadról kimaradt a Carmen, de szeretnők, ha beleférne még az évad második felébe az Én és a kisöcsém című daljáték is, amit a Budapesti Operettszínházzal közösen tervezünk. Ugye már a jelmezek, díszletek kész vannak, itt vannak a Budapesti Intézmény jóvoltából, és ugyanígy szeretnénk, ha jövő évad végén végre megtarthatnánk a székelyföldi csíkszeredai mini évadot is. Nem véletlenül, hogy a Kolozsvári Magyar Opera a 2020-21-es évadját éppen Mozart varázsfuvolája című operájának bemutatójával kezdi, hiszen ez az opera az irodalom talán legkomplexebb, a legnagyobb magasságokat és legnagyobb mélységeket feszegető műve. Tompa Gábor rendezői koncepciójával és Elmeci György zenei irányításával azt üzenjünk társadalmunknak, hogy bár a gonosz, agresszív hatalmak, erők nagyon nyomulnak, ennek ellenére van remény a valós, tiszta művészetek gyakorlására még, és van arra is remény, hogy újra tiszta emberi kapcsolatok létesüljenek, megmaradjanak.